Sziasztok, ez az építői kommentár, amiben egy-egy pályáról fogok érdekességeket mesélni. Ma az ajándékkészítést választottam, azért mert ez egy kicsi pálya, és amíg nem fogja ki magát rendesen a dolog, addig nem szeretnék nagy pályába belevágni. Ezt a pályát tavaly karácsonyra készítettem, körülbelül olyan 20-30 perc alatt végigjátszható. A szempont itt az volt, hogy hangulatos legyen, egy kis karácsonyi hangulatot adjon. Nem az volt a cél, hogy nagy kihívás legyen, vagy gondolkodtató legyen, vagy nehéz legyen, csak a hangulat volt a cél. A történet az elejétől kezdve az volt, hogy egy kisfiú bőrébe bújjunk, aki elfelejtett ajándékokat készíteni, és a házban található eszközökből kell gyorsan valamit összeállítani. Ez nem változott az építés során, akárcsak a játékmenet, már az elején eldöntöttem, hogy ez a kalandjátékos játékmenet lesz, tehát hogy megvannak a megfelelő tárgyak, amiket meg kell találnunk, van, hogy egy kulcsot találunk, hogy elérünk egy másik helyet, vagy egy másik tárgyat, ahol további tárgyakat gyűjthetünk, tehát ez a kalandjátékos játékmenet. Talán az első érdekesség az, hogy ez az első pálya, amit idézőjelben hivatalosan Resource Pack-kel osztottam meg. Valójában nem ez az első, mert a Halloween-esen is van Resource Pack, de ott nem hívtam fel rá annyira figyelmet, ott ugye csak egy számot cseréltem le, itt viszont blokkoknak a textúráját, tárgyaknak a textúráját, sőt hangot adtam hozzá, nem csak lecseréltem. Viszont nem ez az első pálya, amin megtanultam, igazából az Inosaiba horror pálya az, amin kikísérleteztem, hogy hogyan is működik, tehát azon tanultam meg, hogy hogyan lehet Resource Pack-kel jókat kihozni, és ezen már csak használtam. Most ugye a főmenüben vagyunk, vagy a kezdőhelyen, inkább hívjuk kezdőhelynek. Itt a díszítés, hogy egy ajándékban vagyunk, ezt úgy láttam, hogy mindenki felismerte, annak ellenére, hogyha becsomagolunk egy ajándékot, ugye a szallag kívül van, nem belül. Tehát ez maximum egy kifordított ajándék lenne, de nem érdekes, a lényeg, hogy mindenki arra asszociált, szóval felismerhető, ez volt a lényeg. Mondjuk nem kell kifordított ajándéknak lennie, elég, hogyha 6 ajándék van egymás mellett, és mi köztük vagyunk, na mindegy. A pályán végig este van és esik a hó, ezek is a hangulat miatt fontosak. Hát egyrészt este játszódik, akkor legyen már este. A hó pedig valahogy tényleg olyan karácsonyi hangulatot ad neki, nem tudom miért. A díszletházak a visszajövőből vannak, ez nem nagy titok. Érdemes így csinálni egyébként, hogy többször felhasználni. Tehát most itt is házakat építettem volna, most mivel lettem volna előrébb, hogyha ugyanezeket a házakat blokkonként építem meg. A pályán tulajdonképpen 4 küldetés van. Eredetileg 5 lett volna, a főszereplőnek lett volna egy bátyja is, de ezt több okból kihagytam. Az egyik, hogy nem volt ötlet, tehát hogy mit lehetne csinálni egy idősebb testvérnek, hát valahogy nem jött ötlet. Persze idővel ez megoldódott volna, tehát nem szoktam ötlethiányba szenvedni, de akkor nem volt, meg hát ez is egy tényező. A másik, hogy a karácsonyfa mellé nem fér oda szépen 5 ajándék, tehát ugye 4 oldala van annak a nyomvadt blokknak, az, amit szépen körbe lehet rakni, és az ötödik az valahova ugye kívülre kerül, vagy tehát amiatt aszimmetrikus lesz, az a lényeg, valahogy úgy nem tetszett. Úgyhogy nagy nehezen úgy döntöttem, hogy na jó, kihagyom őt, ezt nagyon bántam, mert úgy ragaszkodtam az ötöshöz, az olyan szép kerek szám, mihez képest persze, de aztán rájöttem, hogy nem, sokkal jobb így, tehát jobban néz ki a fa körül is, nem kell ragaszkodni számokhoz, ne ragaszkodjatok számokhoz. A pályán a ládákat úgy csináltam meg, hogy újra termeljék a bennük lévő tárgyakat, ugye ilyenkor klónozóriumot szoktam csinálni, hogy ha valami fontos tárgy veszik el, akkor azt vissza tudjuk állítani, tehát ne akadjon meg a játék emiatt. Itt ezen a pályán nem származik semmi előnye a játékosnak abból, hogyha több van nálam, mit tudom én, mondjuk a könyvből vagy a ragasztóból, úgyhogy teljesen jó volt ez a koncepció, másrészt pedig hát sokkal kényelmesebb volt így megcsinálni. Tehát ott helyben úgy rakom össze a ládát, hogy az mindig legyártsa a tárgyakat, mint hozzáadni a játékhoz, aztán építeni egy klónozóriumot, ott megint megírni, hogy hozzáadja. Úgyhogy sokkal kényelmesebb így. Valószínűleg még fogom máskor is a jövőben alkalmazni. Itt ugye a hangulat volt a lényeg, tehát mondom, semmi előnye nem származik abból, hogyha többször veszik ki a könyvet.
Természetesen ez csak a fontos tárgyakra igaz, tehát például abban a ládában, ahol játékok vannak, ott azt értelemszerűen nem termeli újra. Az nem baj, ha elveszik. A pályán úgy csináltam meg, hogy a hozzátartozók szobáiba ne lehessen bemenni. Ez szintén két célt szolgál, tehát egyrészt, hogy ne lehessen bemenni és trollkodni, másrészt, hogy ne kelljen berendeznem azokat a szobákat. Egyszerűen barriert raktam az ajtók elé, és kész. Mint mondtam, az elsődleges szempont a hangulat volt, ezért találtam ki olyan küldetéseket, vagy próbáltam kitalálni, ahol rendetlenséget csinálunk. Mert az volt a cél, hogy tehát egy olyan kisfiút érzékeltessen a pálya, aki jót akar tenni, jó szándékú, de hát igen, egy kicsit bajkeverő. Úgyhogy ezért van az, hogy szét kell vágni a terítőt, össze kell törni a vázát. Ebből a szempontból tulajdonképpen csak a Huginak a küldetését bánom. Ugye neki csak a macit kellett lehozni a padlásról. Ott azt akartam, hogy a játékos fölmenjen a padlásra, tehát hogy berendezhessem a padlást is. Úgyhogy ezt a hangulat szempontjából tulajdonképpen ez az, ami a leginkább ellentmond. De végül is nem olyan nagy gáz, és a többi három az meg tökéletes, tehát mindenhol zúzunk. Tám még az apukáé az, ahol nem törünk, zúzunk annyit, ott ugye csak összekenjük a festékeit, tehát ott meg csak a végeredmény az, ami rendetlenséget csinál. Egyébként a kedvenc küldetésem a nagymamás, az ahhoz kell a legtöbb dolog, és azt csinálja a legnagyobb rendetlenséget, tehát szétszórjuk a WC papírt, fölvágjuk a függönyt, szerintem az sikerült a legjobban. Valaki jelezte, hogy a barkás géppel a semmit is be lehet csomagolni, ez abszolút így van. A rendszer nem ellenőrző, hogy nem hogy mit rakunk bele, hanem hogy rakunk-e bele valamit. Sőt, a leggyorsabban úgy lehet végigvinni a pályát, hogy mindjárt beszaladunk ide, kiveszünk 4 különböző csomagolópapírt, elhelyezzük azokat a 3x3-as mező szélén, tehát mint amikor becsomagolunk valamit, csak itt most tarkán, majd megnyomjuk a gombot, akkor egyszerre megkapjuk a 4 különböző színű ajándékot, és már csak le kell rakni. Ugyanis a rendszer úgy működik, hogy először megnézi, hogy tényleg úgy van elhelyezve. Tehát nem elég az, hogy csomagolópapír van benne, olyan elrendezésbe kell lennie. Ezután megnézi azt, hogy milyen szőnyeg van benne. Tehát itt csomagoló papír, egyébként ugye eredetileg szőnyeg. Ezek a parancsok egyszerre aktiválódnak, tehát hogyha a zöldet és sárgát is érzékel, akkor ad zöldet és sárgát is. Hogy miért jó, hogy így van? Mert felesleges a túlzásba vitt ellenőrzés. A pálya lényege az, hogy megtaláljuk a hozzávalókat és összerakjuk. Tehát a pálya akkor szórakoztató, hogyha benne vagyunk a játékban, ha elindulunk keresgélni, tehát a módját megtaláljuk, hogy hogyan lehet megtalálni a hozzávalónak. Tehát így végig csalni, végig lehet vinni gyorsan, büszkék lehetünk magunkra, hogy mi vagyunk a leggyorsabbak, akik végigvitték a pályát, de nulla szórakozás. Szóval felesleges ezt ellenőrizni. Egyébként azért faházat és barkásgépet választottam, mert egy olyan kisfiúnak a érzetét akartam kelteni, aki szokott így bütykölni, szeret összerakni dolgokat, összerakott egy barkácsgépet. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a hatást sikerült tökéletesen elérni, én ezzel megpróbáltam. A legérdekesebb blokk a pályán az a váza. Itt nem csak textúrát cseréltem, hanem hát tulajdonképpen a blokk alakját, de igazából nem az alakja. Tehát ha megnézitek, hogy így kijelölöm, ugyanúgy kocka alakot jelöl ki. Tehát a blokk alakja az nem változott, hanem csak a külsejének az alakja, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Egy JSON fájlt kell egyébként szerkeszteni, koordinátákat kell írogatni, hogy milyen alakú legyen. Nagyon érdekes története van a vázának. Ugye, hát ehhez ha összetörjük, akkor a csörömpölés hang passzol, akkor az ember gondolja, hogy az üveget lecseréli, de az üveg az nem jó, mert az nem ad vissza tárgyat, ha összetörjük, pedig itt eléggé kéne. Úgyhogy nézi az ember, hogy mit lehetne így lecserélni, ráadásul olyan blokkot kéne, ami mögötti oldalt is lerendereli a játék. Tehát ha megnézitek, amikor így belementek egy ilyen kockába,
akkor elláttok a semmibe, mert az érintkező oldalakat nem rendeli le a játék. Na, egyszer megtanulok beszélni. Ezen spórol. Tehát ha most itt nem renderelne mögötte, akkor így átlátnák a falon, átlátnék a falon. Jó, nem húzom az időt, a lényeg az, hogy a slime-okot találtam meg, tehát ha megnézitek, akkor slime az azonosítója. Igen, azt is beállítottam, hogy más legyen az, amikor a kezünkbe tartjuk, meg a lerakott blokk, ezt is meg lehet csinálni. És törés hangja van. Azért van törés hangja, amikor lerakom, mert a slime ugyanazt a hangot játssza le, amikor szétütjük, vagy amikor lerakjuk. De egyébként a funkciója nem változott, tehát ugyanúgy pattogok a vázán, illetve a slime blokkon. Jelenleg egyetlen komolyabb ismert hibája van a pályának. A váza nem termelődik újra, tehát ha összetörjük a vázát és elveszítjük a tárgyat, egyébként egész könnyű elveszíteni. Például egy másik receptet rakjuk be a barkásgépbe, ugyanis a rendszer csak azt ellenőrzi, hogy megvan a minimum. Hogyha azon felül rakunk még bele, hát azt őt nem érdekli. Tehát mondjuk szerszámfestésnél berakom a festéket meg a szerszámot, plusz az összetört vázát, hát akkor az szépen ő föl fogja dolgozni és odaadja a festett szerszámot, meg hát ugye oda a váza. Tehát, hogyha elveszítjük a vázát, az sehol sem termelődik újra, nincs hozzá klónozórium, ott a nappaliban sem jelenik meg újra. De ez szerintem olyan kis apróság, a vázára mindenki figyel, illetve hát a váza darabjaira, pontosabban. Még senki se panaszkodott, hogy elvesztette. A szerszámfestés és küldetés az félig meddig egy hibának az eredménye. Eredetileg is az volt a terv, hogy szerszámokat festünk be, csak hogy az összeset. És elő is készítettem a terepet, tehát lecseréltem a textúrákat, konkrétan, most megmutatom, a faszerszámokat cseréltem le színezett vasra. Tehát ez ugye itt a fa ásó, de beraktam a vas ásónak a textúráját, és rajzoltam rá egy kis pirosat, hogy olyan, van rajta piros festék, de igazából mintha véres lenne. Igen, szándékosan az elejétől kezdve piros festék volt a terv, hogy hát, hogy a végeredmény tényleg olyan legyen, mintha véres lenne. Szóval előkészítettem a terepet, beraktam a textúrát, elkezdtem építeni a barkásgépnek az erre vonatkozó redstone részét, és valahol közben eszembe jutott, hogy várjunk csak, de hát egyszerre csak egyet lehet becsomagolni, mi viszont három szerszámot gyártunk le, akkor ezt most hogyan? Jött erre egy olyan ötlet, hogy akkor még a három beszínezett szerszámból kikraftolunk egy ilyen szerszám csokrot, vagy nem tudom mit, tehát hogy egybeszedi a szerszámokat, de nem volt szimpatikus, olyan, nem tudom, olyan, de nem volt szimpatikus az ötlet. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy hát igen, ki sem akartam venni a már elkészített textúrákat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy legyen választás. És tulajdonképpen hát szerencsésen alakult, mert ez a legjobb, hogy így választhat a játékos, tehát így a legérdekesebb a játék, hogy van benne ilyen választási lehetőség, de hát ez egy hiba, tehát egy tervezési hiba, jobban át kellett volna gondolni, hogy lesz három szerszámból egy. De tulajdonképpen ez szerencsés volt, de hát tökéletes példa arra, hogy gondoljátok át jól a terveket, mert ilyenekbe lehet beleszaladni. Tulajdonképpen, ha nem lett volna úgy jó, akkor feleslegesen legyártottam plusz két textúrát. A pincés feladatban is van olyan rész, ami a szerencsének köszönhető. Sajnos mindig vannak olyan kis apró dolgok, amik csak elkerülik a figyelmét. Akármilyen jól megtervezi az ember, valami mindig van, ami úgy szerencsésen sikerül úgy, nem szándékosan. A pincés küldetésnél ugye botot kell raknunk a kazánba, hogy az eléggé fölmelegedjen és kiolvadjon a láda. Itt ugye blokkot kell rombolni, ami ellent megy a szabályokkal, de van pár segítség, ami úgy vezeti a játékos, hogy de itt mégis meg van engedve. Az egyik az, hogy le vannak rakva a farönkök, tehát hogy ezeket vág ki. Van ugye egy láda, ott mindjárt mellette megkapjuk az eszközt is, amivel ki lehet vágni. De nem biztos, hogy ebből a játékos arra fog következtetni. Hát egyrészt, mert háttal áll a rönköknek, amikor bejön, másrészt ideig se kellett semmit rombolni. Jó, mondjuk a vázát, igen. Attól függ, milyen sorrendben csinálja persze a feladatokat.
De láttam olyat, aki azt hitte, hogy botot kell keresni. Sőt, nem is egy embert láttam, aki azt hitte, hogy botot kell keresni. Mindegy. A pince közepére raktam egy barkácsasztalt. Hát egyrészt azért, hogy a játékos tudjon craftolni, mondjuk botot azt lehet kézből is. A másik szempont meg az volt, hogy hát legyen valami már a pince közepén, ne legyen olyan üres. És a tapasztalat az az volt, hogy a játékost az a barkácsasztal, így, hogy ott van középen, ugye beleakadt a barkácsasztalba, ez segítette őt, hogy arra gondoljon, hogy tehát itt neki most itt barkácsolnia kell valószínűleg a botot, nem csak úgy, ahogy van megtalálni, akkor lehet, hogy neki kéne kivágni a fát, és akkor ott vannak a rönkök. Tehát a barkácsasztal segített, hogy a játékost egy kicsit afelé vezesse, hogy itt neki rombolni kell és kraftolni. Egyébként nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hatással lehet. Nagyon érdekes tapasztalat. A vázával a fával megoldottam, hogy újra termelődjön. Itt a rönkök mögött eldugva van egy klónozórium, ami fát ad. Mutatom. Eredetileg ez a rönkök mellett volt, de volt olyan játékos, aki azt hitte, hogy onnan kell szerezni a botot, vagy a fát, és azt kezdte el nyomogatni. Úgyhogy ezért úgy döntöttem, hogy először ne látszódjon, csak akkor, hogyha elvesztette az összes fát. Mondjuk ennyi fát elveszteni is művészet. A pálya végén az égősort mindössze csak azért kell bekapcsolni, hogy lefusson az ellenőrzés. Egyébként hangulati elemnek sem rossz, tehát biztos mindenki kapcsolt be már égősort, talán valakiben kellemes emlékeket idéz elő. A másik dolog meg, hogy ne kelljen jelgenerátort építenem, hogy leraktunk-e minden ajándékot. Ugye azzal, hogy lerakunk egy ajándékot, lerakunk egy blokkot, azzal nem aktiválunk semmit, úgyhogy kellett valami, ami elindít egy ellenőrzést, és nem akartam jelgenerátort építeni, úgyhogy erre van az égősor. Igen, itt van ellenőrzés, itt úgy éreztem, hogy kell. Előfordulhat az, hogy az ember megfeledkezik róla, hogy a végén kell, és kíváncsi rá, hogy hogyan fog villogni a fa, és megnyomja. Úgyhogy az ellenőrzőt akkor nyomtuk-e meg, amikor leraktunk minden ajándékot. A helységek bejáratai fölött táblák jelzik, hogy milyen helység van oda bent. Ez azért van, hogy a játékos hamarabb kiismerje a pályát, gyorsabban eligazodjon rajta. Nem valami elegáns megoldás, ugyanis a valóságban nincsenek táblák az ajtók fölött, de még mindig sokkal elegánsabb megoldás, mint amikor ki van írva, hogy kövesd a nem tudom milyen, mondjuk glowstone vonalat. A konyhában a habverőgéppel kell ugye levenni a WC-papír gurigáról a papírt. Itt szinte mindenki meglepődik, hogy nem lehet fölvenni a papírt. Igen, direkt nem lehet fölvenni, azért, hogy minél nagyobb legyen a rendetlenség, tehát szétszórt tárgyak, tökéletes. Szerintem ez a pálya remek példa arra, hogy egy pályának nem kell nehéznek lennie. Nem attól jó egy pálya, hogy kihívás végigvinni, hanem elég, hogyha megvan a hangulat, és minden eleme belepasszol abban a hangulatba. Jó, persze tudom, ezt nem mindig könnyű elérni, de gyakorlással bele lehet rázódni. Tehát ennyi infót szedtem össze az ajándékkészítésről, remélem nagyon tanulságos volt. Amit látjátok, nagyon fontos a tervezés, tehát ezt nem tudom elégszer mondani, tehát úgy lehet csak rendes, összefüggő, értelmes pályát csinálni, hogy azt átgondoljuk előtte, hogy először, tehát így messziről látjuk, hogy milyen lesz az egész, és akkor úgy tudunk, mint útközben folyamatosan alakítgatjuk, tehát az olyan maszatolás. Azt találtam ki, hogy a következő pálya vissza a jövőbe legyen, úgy emlékszem, ezt is többen írtátok, de ha nem, akkor is sok érdekesség van azon is. Ha esetleg valami kifejezetten érdekel titeket arról a pályáról, akkor tegyétek fel a kérdéseteket ez alá a videó alá a kommentbe. Annyit kérek, hogy ne resztónus kérdést tegyetek föl, vagy parancsosat, tehát ne olyat, hogy hogyan írtam meg azt a parancsot, vagy hogyan csináltam meg ezt, hanem itt inkább a tervezésről, a hangulatról, a játékmenetről, tehát amiket ebben a videóban mondtam meg a szivacsosról, tehát így ebben a témában tegyetek föl kérdéseket. A kézikönyv óvjon!